Január 1-e nekik nem a lustálkodásról szólt. Idén 5. alkalommal szervezte meg az új laki házaspár az újévi futást. Ám a hagyományoktól eltérően most nem a Sárcsik útra kocogtak, hanem a település részekre és vissza. Két részre osztott a teljesítendő 18 kilométeres táv. Mivel hogy a 18 kilométer egyeseknek azért sok, ezért úgy gondoltuk, hogy megfelezzük. 209 kilométeres kört jelöltünk ki, az egyik kimegy Rendekre, a másik Tósokra, de a 9-nek mindig itt van vége, úgyhogy aki kiszáll az első 9 kilométeren, az innen, itt hagyja a cokmókját, és innen tud tovább menni. Újlaki Alfonz és felesége Szigeti Ildikó számára immár hagyomány, hogy minden év első napjának délelőttjén mozgásra invitálják a sportkedvelőket, akik örömmel vetik bele magukat a közös kilométergyűjtésbe, hogy ledolgozhassák az ünnepi fogásokat a terepen. Mi sem bizonyítja jobban a futás iránti lelkesedést, mint hogy a kezdeményezésükre idén is több tucatnyian érkeztek az egyik áruház előtti parkolóba. Annyian biztos, hogy leszünk, mint tavaly, de lehet, hogy többen is. Tavaly 22-en voltunk. A futás szerelmesei között akadt testnevelő tanár, élsportoló, triatlonista, spártánrészer, és persze olyan is, aki szimplán kedveli a mozgás eme formáját. Azért gondoltam, hogy most futok, mert nagy terveim vannak erre az évre, és most kezdődik a kilométereim összeírása, és itt Ajkán egy olyan jó futótársaság van, hogy velük egy élmény futni, tehát ez a kezdés valami fantasztikus lesz, én úgy érzem. Mert már régóta tervezem, hogy futással szeretném kezdeni az évet, tehát nem csak évközben szeretnék futni, hanem most végre az első napján is az évnek. Mi úgy terveztük a szilveszteri bulit, hogy ma délőtt itt lehessünk és tudjunk futni. Rövid bemelegítés után a kis csapat a városközpont felé vette az irányt, majd kihasználva a kerékpárút hálózat adta lehetőséget, kifutottak Ajkarendekig, illetve vissza a kiinduló helyre, így teljesítve az első 9 kilométert. A tervek szerint ez a pont volt a páros futás váltójának a helyszíne is. De mivel mindenki elindult az első körre, így erre az opcióra nem volt szükség. Aki vállalta a következő 9 kilométert, az a közös fotózás után tovább indult Tósok-Berényd irányába.